Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát. 9 település önkormányzatának részvételével zajlott a termékbörze Tamásiban. A hagyományos szüreti szerepkörök elevenedtek meg Varsádon. Dobogós helyeken zártak a tamási íjászok a világbajnokságon. A német közösségi ház felújítása állt a rendezvény középpontjában Lőgészen. Tamásiban majd egy évtizedes hagyománya van, hogy a közfoglalkoztatási program keretében megtermelt, előállított portékákat megmutatják a nagy közönség számára is. A városban a csütörtök a piacnap, így ez a hét legalkalmasabb napja arra, hogy a települések kitelepüljenek a termesztett zöldségekkel, gyümölcsökkel, vagy éppen, mint idén is, a különféle dekoratív tárolókkal, tésztafélékkel. De nézzük is meg, hogy zajlott a termékbörze. Tamásiban a közfoglalkoztatási program keretében megtermelt termékekkel telt meg a Mezőtúri Erzsébet rendezvénytér. Tamási város önkormányzatán kívül 8 település részvételével zajlott a hagyományszerűen megszervezett esemény. 9. alkalommal kerül idén megrendezésre a közfoglalkoztatási kiállítás népszerű növénytermékbörze. A cél az volt annak idején, hogy a közfoglalkoztatási programot, start közmunkaprogramot működtető önkormányzatok bemutatkozhassanak, bemutassák azokat a helyben készült, helyi alapanyagból előállított termékeiket, amelyeket a program keretében előállítanak. Ezek sok esetben példaértékű dolgok voltak, és számos élelmiszer, utcabútor, munkaruha, és még sorolhatnám tovább, mennyi minden termék készült el a program keretein belül. A helyzet egy picit azóta megváltozott. Részben ez a változás örömteli, vagy én inkább jó részben örömteli, hisz a közfoglalkoztatónk a száma az utóbbi néhány évben jelentős mértékben csökkent. És azért mondom, hogy örömteli, mert jó részt az elsődleges munkaerőpiacon találtak maguknak munkát. És ugye a cél a közmunkaprogramnak az, hogy egy átmeneti állapot legyen, és a munkaerőpiacra vezesse a dolgozókat. A foglalkoztatottak száma kezdetben magas volt, nem csak Tamásiban, a környező településeken is. Néhány főleg kisebb településen már alig-alig van közmunkás. Itt ők már nem tudnak bemutatkozni a mostani termékbörzén, de az a tudás, a tapasztalat, a beszerzett eszközök azok továbbra is a települések rendelkezésre állnak, és én azt gondolom a jövő szempontjából ezek mindenképpen hasznosak lehetnek. Hát nálunk Tamásiban is az utóbbi néhány évben töredékére csökkent a közfoglalkoztatottaknak a száma, de azért mi a mezőgazdasági programot is folytatjuk. Nálunk elsősorban a virágkertészet az elsődleges tevékenység. Én azt gondolom, ez a városképen is látszik, hisz a közterületeken, intézményekben rengeteg virágot tudunk elhelyezni minden évben a tavaszi, és majd most az őszi időszakban is. De jó néhány település továbbra is élelmiszert állít elő, például lekvárt vagy savanyúságot, és még sorolhatnám. Itt a program keretein belül ezt a kiállított önkormányzatok bemutatják, lehet kóstolni, nézelődni. Én azt gondolom, hogy egy jó kis program. Annyi változás van, hogy az idén külső forrást nem kaptunk a program megrendezésére, de az önkormányzatok egy részével közösen úgy döntöttünk, hogy ne szakadjon meg a folyamat, és az idei évben is rendezzük meg ezt a kiállítást. Így 9 önkormányzat fogadta el a meghívást. Igazi őszi idill fogadta az érdeklődőket a Tamási standnál, ahol a program keretében az előző évek folyamán elkészült raklapbútor is kiállításra került. Mi jó részt most már csak dísznövényeket termesztünk, nyilván van valamennyi zöldség és gyümölcsfélénk is, hiszen van fornádi kertészetünk, de annak a nagy része most már szántóföldi kultúra. De itt lenne a Vágóhíd utcai kertészetünkben van 8 fólia sátrunk, ott is van egy kis kert, tehát ott is termesztünk zöldségféléket, valamint ugye Várhegyen van egy szőlőterületünk, meg van gyümölcsösünk is, ott termesztünk a gyümölcsöket. Szeptember végétől nyílnak a kis és nagy virágú árvacskáink, az idén 40-41 ezer darabot palántáztunk el. A piacnapra szervezett rendezvény sok kíváncsiskodót vonzott a térre, ahol a kiállított termékek megvásárlására
és kóstolására is adódott lehetőség. Volt olyan önkormányzat, aki zsíros kenyeret kínált, de kuglófot, szörpöt és télire eltett savanyúságot is fellelhettek az őszi hangulatú standoknál az érdeklődők. Most csak mézes puszedlit vettem, de csak azért, mert jelenleg nem lehet még vásárolni. Szerettem volna, azért is jöttem ki, mert én direkt készültem erre a napra. Elvileg délutt vagy a vége felé már lehet. És hát bármit, zöldséget alapvetően. A 2014 óta megszervezésre kerülő termékbőzde rendszeres résztvevője Fürget község önkormányzata is, ahol nem csak a mezőgazdaságban jeleskednek a foglalkoztatottak. A hagyományos termékek mellett elhoztuk a varrodai termékeinket, és itt örömmel jelezhetem, hogy akik ezeket a termékeket készítették, ők már elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon. Mindenképpen fontosnak tartottam, hogy köszönhető a közmunkának, köszönhető annak, hogy ők mindig példamutatóan dolgoztak, fölvették az összes varrodistámat, és nagyon örülök annak, és ez egy ilyen záró bemutató, amit hoztunk termékeket, mint a táskákat, mint pedig a munkásruhát, hogy jövőre már ilyen nem fogunk jelentkezni. Egy mezőgazdaság programunk van egy szociális és hosszú foglalkoztatás is van egyébként, amivel az önkormányzatunk még operál ilyen szempontból. 50 és 60 fő között mozognak még a közmunkásaink. Én bízom abba, hogy azt a fajta rémhírt, amit terjesztenek, hogy nem lesz már közmunka, azért azt folytatni fogják, mert van egy olyan réteg, aki semmiféleképpen nem tud elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, őnekik megélhetést kell biztosítani, hogy a családnak legyen biztos megélhetése. A jó hangulatú délelőtt folyamán az érdeklődők megtekinthették a közfoglalkoztatási program keretében előállított termékek sorát, és meg is kóstolhatták, vagy a vásárlást követően haza is vihették azokat. 21. alkalommal kerültek elő a népviseletek az ősz közelettével Varsádon. A szüreti felvonulás hagyományát nem szeretnék a településen élő fiatalok elfelejteni, így aktívan kiveszik a részüket. A településen igazi összefogás mellett zajlanak ilyenkor az előkészületi munkák. A hagyományos, fogatos felvonuláshoz pedig egyelőre akadnak a környékben segítőgézgazdák. Nézzük a színes forgatagot. Szüreti forgatag vette be Varsád utcáit, ahol több mint két évtizedes múltja van a rendezvénynek, ami megmozgatja a falu apraját, nagyját. A mai a 21. alkalommal megtartandó szüreti napunk lesz. Igyekszünk ezt a napot nagy előkészületekkel olyanra megszervezni, hogy emlékezetes legyen a falu népének, és egy kicsit össze is hozza, összekovácsolja az itt lakókat. A hagyományos párok megvannak, a bíró bírónél, a jegyző jegyzőnél, ugye mi szoktunk erdész és erdésznét is kiállítani. Az utóbbi időben sajnos Vajda Vajdáné párunk nem volt, de az is ugye hagyomány része kéne legyen. Illetve igyekszünk őket hintókkal körbevinni a településen, úgyhogy ez is egy régi hagyomány. És azon kívül, amink van, mert ugye ló sajnos a környéken, lótartók elég kevesen vannak, ezért traktor, kis traktorral, nagy traktorral, kis teherautóval üsszük körbe a népviseletbe öltözötteket. Zene szóra természetesen. Igazából általában az ifjúsági klubnak a tagjai közül szoktuk válogatni a párokat, úgyhogy a fiatalabb generáció az, aki inkább beöltözik népviseletbe, illetve jelmezekbe. Van egy úgynevezett kemény magunk, akik ugye az általános iskolások és középiskolások, illetve az óvodások, mert már őket is bevonjuk ezekbe a rendezvényekbe. Én úgy gondolom, ők nagyon szívesen részt vesznek ezeken a programokon. A helybeliek örömmel készülnek a rendezvényre, hogy a megállók alkalmával megkínálhassák a hagyományőrző csoportot. Az útvonal kiválasztása is már hagyományos, ugye a településünkön a 6313-as főút megy keresztül, ezen gyakorlatilag megyünk végig a falu egyik végétől a másikig. Három állomás van ugye a település két végén, illetve a központban, illetve a végállomás pedig a kultúrházunk udvara, ahol is a kulturális műsort kerül megtartásra. Többnyire a felvonulók között vannak a vendégszereplőink is, hisz a kulturális műsorra hívunk környező településekről tánccsoportokat, énekkarokat, szereplőket, fellépőket, és ők is szívesen vonulnak velünk. Megállóknál az ott lakók, a környéken lakók egy kis feldíszített állomással készülnek, süteménnyel, üdítővel kínálják az odaérkezőket, ugye az állomáson megállunk, táncolnak a népviseletbe öltözöttek. A régi idők felvonulásának kellékei, a szappanos víz és a korom ugyan nem köszönt vissza a varsádi szüreti felvonuláson, de a hagyományos szerepköröket magukra öltötték a fiatalok. Nagyon megtisztelő, örülünk, hogy beöltözhettünk, ennyi igazából. Mennyire tartjátok fontosnak a hagyományoknak az ápolását? Hát igazából eléggé fontosnak tartjuk, csak mostanában már
nem annyira megszokott, hogyha tartják a hagyományokat. Mi az a szerep, amit ma magatokra öltötök? Bíró és bíróné. Mi a dolgotok? Hát igazából táncolnunk kell majd, és kocsin kell végülnünk. Tudom, hogy a bálban nekünk kéne a nyitó táncot csinálni, és ennyi igazából. Én nagyon fontosnak tartom, mivel én táncolok is, és minden évben hatalmas élmény, hogyha felvonulunk, mert egy nagyon jó hangulata van. A kisbíró a hagyományokat éltetve dobszóval hívta fel magára a figyelmet, hogy az elmúlt időszak történéseit közre adja a falubelieknek és a menet résztvevőinek. Figyelem, figyelem! Egy kis csendet kérek, köszöntök mindenkit, ki ma velünk ébred, de főleg azokat, kik most itt vannak velünk, hogy a születi napunkat együtt ünnepeljük. Jöjjenek közelebb, gyűjjenek most körém, elmondom most sorban, mit adott nekünk az elmúlt év. Eseményben nálunk most sem volt hiány, kinyitott szemmel jár, látja is talán. Idősek klubjában megindult az élet, vidám farsaggal köszöntötték az új évet. Nemzetiségi napon is részt vettek színes programmal, nem is maradt el a közönség vastapsa. Mai napunkból is kivették részüket, ők készítették a menetnek a csodás díszeket. Műsorral is készültek a mai délutánra, láthatja őket, ki eljön a kultúrház udvarára. A falu fejlődését tükröző projektek mellett szót ejtett a közélet szereplőit érintő változásokról is a kisbíró. A terített asztalon pedig házilag készített süteményekkel, szendvicsekkel és üdítővel kedveskedtek a hagyományt éltető menet számára. A tánc sem maradhatott el a megálló alkalmával, ahol hamar eluralkodott a jókedv. Öt napos megmérettetés után szépen ragyogó érmekkel tért haza a Tamási IASZ Egyesület három tagja a Szlovéniában megrendezett 3D IASZ világbajnokságról. A Tamásitól 330 kilométerre rendezett megmérettetésen mini és felnőtt HU csigás, valamint veterán PBHB tradicionális kategóriában ragadtak íjat a versenyzők, ahol 12 ország közel 400 versenyzője közül 78-an voltak magyarok. A csapattagok egy világbajnoki és kettő világbajnoki ezüstérmes helyezéssel tértek haza, de már mutatom is a részleteket. A Tamási IASZ Egyesület három taggal képviseltette magát Szlovéniában, a 3D IASZ világbajnokságon, ahonnan szép, csillogó érmekkel tértek haza. Alapjaiban a szervezettséggel mi nem voltunk nem megelégedve, úgy kell mondjam, de akik a tavalyi magyar versenyen, a magyar szekszárdi rendezési VB-n és EB-n itt voltak, azért azt mondták, hogy a kinti szervezés azért hagyott némi kívánnivalót maga után, tehát a magyar vendégszeretet azért itt is, tehát ezt mi is láttuk, hogy a welcome csomag mit tartalmazott, maga az egésznek a körítése, a megnyitó, utána az utolsó nap a záró esemény, tehát kicsit olyan szolidka visszafogott volt, de hát valószínűleg a szlovénok ők ilyenek, nem mindenkitől várjuk el ugyanazt, amit mi adunk itthon. A maga a verseny az úgy érdekes volt, és fiúk is beszéltek róla, hogy tőlünk idegen kicsit az, hogy egy golfpályán volt ez megrendezve. A távolságok becslését ez nehézzé tette, az, hogy egy formára nyílt gyepen kellett megbecsülni az állatok távolságát, tehát jobban ezzel tudtak játszani. Az első kettő nap irdatlanul meleg volt, tehát ez is rányomta a bélyegét a némelyiknek a teljesítményére, az utolsó nap pedig egy nagyon nagy hidegfront érkezett éjszaka elsővel, tehát ott a harmadik nap már azért csúszás, mászás volt a pályán. Viszont akkor születtek a legjobb pontszámok abban a hűvösebb időben. Tehát most ez is olyan, hogy ki hogy tud ahhoz alkalmazkodni, tehát a három napnak az összesítésébe nagyon sokat lehet bukni, és nagyon sokat lehet nyerni, hogyha valaki azokhoz a körülményekhez tud alkalmazkodni. Én ugye nem tudtam velük menni, tehát segítő nem tartózkodhat a pályán független attól, hogy kiskorú az én gyermekem, aki versenyzett, de jó volt látni azt, hogy 6 fiatal, őkorabeli 10 és 12 éves gyerekekről beszélünk, fiúk, lányok vegyesen, osztrák, szlovák, magyar, osztrák-magyar, mert volt ilyen kettős kislány is velük, és a nyelvi nehézségeket áthidalva három napon keresztül ők egymást szórakoztatták, nagyon jó barátságok születtek, függetlenül attól, hogy azért egymással versenyeztek a három nap alatt.
Megdicsérték egymást minden jó lövésnél, segítették egymást, vitték egymást csomagját. A versenyzők különböző kategóriákban álltak rajthoz a Szlovéniában megrendezett megmérettetésen. A VB-n is nem csak korosztályok nemek, hanem íj nemekre is van elosztva ez az egész történet. És abból is mi a idézőjelben a legdrágább fajtáját űzzük, a csigás íjjal való lövöldözést. Egy szülő mindig azt szeretné, hogy a gyereke nyerjen. Na most az első nap után ő egy kicsit rosszul mérte fel az első napot, és tetemes pont hátrányt szedett össze, amit a második két nap már nem tudott ledolgozni, függetlenül attól az ellenfelét el kell ismerni, hogy jobb volt nála. Nagyon jó barátság szövődött köztük, ő is egy magyar srác, tehát találkozni fogunk, mi már ezt lebeszéltük, hogy egyébként találkozni fogunk, ha lehetőségünk van versenyeken. Egyáltalán nem volt elkeseredve, nem az eredményt hajszoljuk, tehát ez egy olyan élmény volt neki, amire azt mondta, hogy ő inkább szeretne nemzetközi versenyekre járni. A csapattagok közül Robi fiatal felnőtt HU-csigás kategóriában vágott neki a világbajnokságnak. Videókat kezdtem nézni YouTube-on, megtetszett, aztán karácsonyra kaptam egy íjat, és most már 6 éve íjászkodok. Sokat gyakoroltunk erre a versenyre. Hát én, ha összeszámolom, heti 1-2 edzés. És ez ilyen 2 hónapon keresztül durván. Első nap ugye regisztrálni kellett, az íjakat átnézték, sebességeket mértek, megtörtént a regisztráció, és este 8-kor kaptuk meg a versenyre az indulást, hogy mikor kell indulni. 3 különböző pálya volt, mindegyik pályán más állatok, más távok, más helyszínen volt, hogy egy kastély körül zajlott a verseny, és ott építettek ki 3 különböző pályát. Hát felkészültnek éreztem magamat, de azért jól felkészülni egy ilyen versenyre nem lehet. Mert minden országban, mindenhol más a terepviszony, mások az állatok, amikre lövünk. Változó. Első helyezést értem el a versenyen, erős versenytársaim voltak, nagyon büszke vagyok erre az eredményre. A mini HU csigás kategória Tamási indulója Uthel György Marcell volt, aki minden alkalommal örömmel fog íjat a kezébe. Ezért is kezdtem el, mert így nekem nagyon megtetszett, ahogy így először a Robiék is lőttek, meg volt az, hogy a mamáiknál lőttünk először, meg ilyesmi. Már talán 5 éve én is íjászkodok, és tényleg nagyon tetszett nekem is a sport. Jóval izgalmasabb egy edzésnél, de az edzésnek is van nagy lényege, mert az készít jobban fel a versenyre, meg nem mindegy, hogy mennyit edzünk, mert ha mondjuk én is jóval régebb, vagy nem annyira rég, annyira nem ijászkodtam, és látszott is az eredményemen. Eddig országos bajnokságon voltam, meg akkor a mostani világbajnokságon, suli ijászbajnokságon. Az ellenfelek erősek voltak, és második lettem. 6-an voltunk egy ilyen csigás korosztályban, voltak a CU-sek és voltak a HU-sak. Az IS világbajnokság 3. Tamási versenyzője, Németh István, aki veterán PBHB tradicionális kategóriában ezüstéremmel zárta az egyhetes megmérettetést. Ahogy a versenyzők fogalmaztak, nagyon sok tanulsággal tértek haza, a mentális felkészülés éppen olyan fontos, mint a felszerelés vagy az állóképesség. Az időjárás nem a legszebb arcát mutatta az elmúlt hétvége első napján, így a hőgyészieknek ismét fejtörést okozott, hogy a tradicionális búcsúi rendezvényüket hogyan szervezzék át. A búcsú szót hallván, kinek a ringlisekkel, árusokkal megtelt tér jut eszébe, kinek pedig a vallásos rendezvény, amit a legtöbb településen a templom védőszentjének emlékünnepén tartanak meg. De hogy hőgyészen ez hogy zajlik, nézzük meg. Kulturális programok sokaságával várta az érdeklődőket a Hőgyészi Német Nemzetiségi Önkormányzat egy jótékonysági cél érdekében. Az időjárás ugyan megkurtította a programok sorát, de a helyi művelődési házban így is találhatott mindenki kedvére való színpadi programot. A búcsú az mindig az egyházhoz kapcsolódott, és a búcsúnak a napja az a templom felszentelésének az idejéhez kötődött mindig, minden településen.
Mi évente megtartjuk ezt a búcsúi rendezvényt, a falu központjában felállítják a búcsúfát, ami egy kerék, fenyőágakkal díszítve, illetve szalagokkal ezt szimbolizálja a búcsú. Német településeken indult, vagy onnan indult ez el, és nem tudom, hogy magyar településeken, ugye mi német ajkú település voltunk, nálunk ez kimondottan így volt szokás. A mai rendezvényünk arról szól, hogy sikerült a német önkormányzatnak egy épületet vásárolni, ami hát igen, romos állapotban volt, felújítás alatt áll az épület, és egy jótékonysági rendezvény ez az egész, aminek a bevételét a ház felújítására fordítjuk. Ez egy közösségi ház lesz, ahol a hagyományőrző csoportjaink felléphetnek, illetve, mint ahogy a nevében is van, a közösséget tudjuk összekovácsolni, vagy összetartani. Minél több embert szerettünk volna nyilván a közösségbe csalogatni, hát ezt most azért az időjárás kicsit elrontotta. A település önkormányzata fontosnak tartja a helyi szervezetek támogatását, így egyértelmű volt, hogy mindenféle segítséget megadnak ahhoz, hogy a hőgyészi búcsú idén is megvalósuljon. A cél idén pedig nemes, hiszen a település gyarapodását is jelenti. Az első, amiben támogattuk, hogy az egész épületet és bővödési házat számukra biztosítjuk, ingyen és bérmentve, azon kívül a sztárvendégnek a fellépési árát, illetve a Bál zenekarának a díját is kifizetjük, és ezzel próbálunk kicsit a szerényen is, de hozzájárulni a közösségi ház építéséhez, és bízom benne, hogy minél hamarabb felépül. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy azokat a népcsoportokat, akár legyen a székelyek, romák, illetve svábok, ezeket kicsikét összetartsuk, és mindenféle közösség, ami így szerveződik a községben, azokat támogassuk. És nagyon örülünk, hogyha ezek a közösségek élnek, és a hagyományokat tovább viszi, életben tartják. És ehhez minden támogatást megpróbálunk megadni, amit csak tudunk. A délután programjait szabadtérre tervezték első körben, de az esős őszi időjárás felülírta, így a helyi csoportok és a meghívott előadók a Művelődési Ház színpadán léptek fel. A német ajkú település nemzetiségi tánccsoportja hagyományos viseletbe öltözve elevenítette meg a nemzetiségi tánclépéseket a délután folyamán. Természetesen nem csak a német nemzetiségre jellemző táncok és dalok töltötték meg a színpadot. Hauser Beáta egy zenei egyveleggel érkezett a hőgyészi közönséghez. Bárra való hangolódás pedig valóban már a délutáni programokkal kezdetét vette, amely során a számos helyi csoport mellett a Pannonia Citera zenekar műsora is várta az érdeklődőket. Nemes cél érdekében összefogtak a hőgyésziek, sokan támogatták a német közösségi ház felújítását a báli belépő megvásárlásával. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!